Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök VN televíziót, vagy Viva Natura televíziót láthatnak. Ezen belül is az FAQ adássorozatunkat. Az FAQ ugye annyit tesz, mint a felelősségvállásunk koeficiense. Nagy szeretettel üdvözlöm műsorvezető társamat, Partó Viktor a kisasszonyt. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Illetve Madót, őnek ki kellett volna először köszöntenem. Madót, mint tanár, tanácsadót, oktatót, írónőt, nem tudom hány titulust tudnék még neked adni, de inkább mint szeretetteljes emberként üdvözöllek itt most már sokat szóra a VNTV stúdiójában. Thank you. Köszönöm Thank a meghívást. Thank you for inviting me here. Mai adásunknak az a címe, hogy a világvége tánclépésekben. Az lesz itt a felosztás, hogy én felteszem a kérdéseket. Madó elkezd válaszolni rá. Viki mint egyfajta médium ül itt, és a megérzéseit fogja ezzel kapcsolatosan megosztani velünk, hogy ma itt nem a kérdező lesz, hanem ezt a szerepet szántuk neki, amit egyébként előre nem mondtunk el neki, hogy ez lesz az ő szerepe. A kérdés mindjárt úgy szól, hogy nap mint nap hallunk mindenféle eseményekről, ami Amerikában történik, hogy az emberek elkezdtek gyűjteni élelmiszereket, mindenki vár egy üstököst, mindenféle kempeket felszereltek vízzel, több százezer koporsót széthurcoláztak az országban. Mi igaz ebből itt Magyarországon szinte semmit nem látunk, csak ilyen félhírek jönnek. Milyen veszély fenyeget most a világban? There have been a lot of people worrying about upcoming events, and I think it's a feeling that a lot of people across the world are having. Nagyon sokan vannak úgy most a világunkban, hogy valami hamarosan történik, valaminek be kell következnie. Ha csak beírsz az internetre olyanokat, hogy a világ vége, vagy Nibiru, vagy X bolygó, nagyon sok ezzel kapcsolatos információt találhatsz. Egy dolog biztos. 2008 óta rájöttek világszinten, de főleg az Egyesült Államokban, hogy a gazdaság nem tud örökké felfelé ívelő pályán fejlődni. Az Egyesült Államokban, kevésbé Kanadában, de főleg az államokban több mint másfél millió család még mindig sátrakban lakik. Néhány hete Obama bejelentette, hogy már nincsen több ételjegy, így azok, akik az ételjegyektől fügtek, hogy tudjanak ételt adni a gyermekeiknek, azok most hetekig élelmiszer nélkül maradnak. És tudjuk, hogy az Egyesült Államok több trillió dollárt kölcsönöz, hogy valahogy fent tudja tartani a hamarosan mindenképpen összeomló pénzügyi rendszert. Mindenki várja, a kérdés az csak az, hogy mikor. És tudjuk, hogy 1947 óta az amerikai dollár a gazdaság alapja, így amikor a dollár összeomlik, akkor az kihat az egész világra. Én már sok éve nézem a világgazdasági helyzetet, tudom, hogy össze fog omlani a rendszer, de nem tudom, hogy mikor. Egy ilyen példa az izomüstökös, ami behatolt a naprendszerünkbe, és november 28-án elhalad a nap mellett. Minden egyes alkalom, amikor egy égitárgy elmegy a nap mellett, fönnáll a napkitörésnek a veszélye, amikor is egyfajta tömeg lövelődik ki a föld felé, és ez magával hordozza azt a kockázatot, hogy teljesen lecsukja a rövidebb vagy hosszabb időre a villamos energiaellátásunkat. El tudjátok képzelni, mi történne, ha megszűnne az áram azonnal. És ha jól emlékszem, 1857-ben már volt egy hasonló esemény, amikor egy ilyenfajta napkitöréstől megszűnt az akkori villamossági rendszer, ami szerencsére nem volt más, mint a telegráfrendszer. Annyira komoly volt, hogy nem csak hogy a vezetékeket olvasztotta el, hanem néhány bemenetét is a telegráf vevő egységeknek. Mostanában, hogyha ez hasonlóan megtörténne, akkor nem csak a telegráf menne nyilván tönkre, hanem megszűnne a bank, megszűnne a víz, megszűnne az áramellátás. Azt látom, hogy az emberek egyre inkább realisták. Tehát, hogyha látják, hogy Bangladesben özönvíz van, vagy a Fülöp-szigeteken akkora vihar van, hogy több ezer embernek a lakhatását teszi tönkre, akkor egyre jobban felmerül bennük a kérdés, hogy ez máshol is megtörténhet. Úgyhogy igen, sokan élelmiszer stócolnak, vagy vesznek olyan elemlámpát, amit kézzel fel tudsz tekerni. Nagyon sokan izgatottak. Bennem felmerült az kérdésként, hogyha a rendszernek az összeomlása, amit Madó előrejelez, hogy előbb-utóbb mindenképpen meg fog történni, akkor az is egy nagy tervnek a része, hiszen mindent a hatalmi elit irányít. Hosszú évek alatt tervelte ki, hogy milyen módon minek lesz a következmény, akkor nyilván ez is egy előre eltervezett következmény. Ez milyen célt szolgál, hogy most az összeomlást kell megélnünk? Well, the global elite has been planning for thousands of years to take full control. A globális elit most már több ezer éve azon dolgozik, hogy átvegye a teljes irányítást. Ha megvizsgáljuk a történelmet, akkor láthatjuk ezt a forgatókönyvet. Most már készültek néhány filmek, könyvek is arról, hogy ilyenkor mi történhet. De ez csak azért lehetséges, mert ezt én engedem, mert én birkaként továbbra is részt veszek a társadalomban. De mi a célja a globális elitnek azzal, hogy mi megéljük a rendszer összeesését? I'm not quite sure what the global elite's purpose is. I can guess, but
I'm not into their shoes. I'm into my shoes. And I don't know what they're really planning. Mivel én nem vagyok tagja a globális elitnek, ezért nem tudom megmondani, hogy mik a terveik. Tudok találgatni, de legfontosabb az az, hogy a saját életemet találjam ki. Meghagyom a terveiket nekik, és nekem terveket kell készítenem saját magamnak. Hagyom őket, hogy menjek az ő útjukon, de biztos vagyok benne, hogy ez nem az én utam lesz. Két dolog jutott eszembe, mindegyik történelmi példa, ugye? Sokan beszélünk arról, hogy egy mostani világbirodalom készül összeomlani, aminek ugye minden pillanatban várjuk, hogy mikor kapjuk már az értesítést, hogy mehetünk a temetésére. De ugyanakkor az a probléma, hogy erre a temetésre lehet, hogy minket is temetnek. Ők arra játszanak a véleményem szerint, hogy bármilyen fordulat is történik a világban, ők szerencsésen és jópofissal jöjjenek ki. Tönkre megy a dollárt, mert nyomtattunk minden nap 85 millió dollár, semmi baj, majd az új rendszerbe, ami a világ özön, a vízözön, a tájfunok és az üstökös után jönnek, na akkor is mi legyünk hatalmon. Nekik semmilyen más céljuk nincsen, mint hogy a hatalmukat tovább vigyék. Nem rosszabbak ők és jobbak, mint annak idején az a egyiptomi főpap, aki mikor nagy bajba volt már a fáraó, akkor a beszédje idejére tudott irányítani egy napfogyatkozást, és akkor az emberek, úristen, mire képes ez az ember, ezt is ő csinálta, és utána ment tovább a rendszer. És most valami ilyesmit vélek felfedezni, hogy az ő tökéletlenségüket, a bukásukat szeretnék úgy túlélni, hogy egy bukás utáni, katasztrófa utáni világban is ők lehessenek a dominánsak. I don't know. You know, really, I don't spend a lot of time trying to figure out. Nagyon sokat én nem foglalkoztam azzal, hogy mi az elit tevékenysége. Néhány dolgot tudok csak mondani. Tudom, hogy létrehoztak sok mélyen föld alatti katonai bázist, ahol ők tudnak lakni. Irdatlan több futballpályai méretű élelmiszerraktárokat hoztak létre, illetve génbankokat, ahova elzárták a magokat. Hallottam továbbra arról is, hogy a Holdon és a Marson hoztak létre bázisokat. Ez mind-mind jel nekem arra mutat, hogy amikor a dolgok a Földön kemények lesznek, nekik legyen vele hova menekülni. Amennyire tudom, az ő tervük az az, hogy elbújnak a rejtek helyükre, akármi is történik, legyen az csak egy globális pénzügyi válság, amikor az emberek kimennek az utcákra tüntetni, vagy pedig jön egy Nibiru, ami a bolygónak egy részét a felszínen tönkreteszi. Amikor végébe mennek a nehéz idők, ők előjönnek a rejtek helyükről, és átvegyik az irányítást a fölött, ami maradt. Ez az ő tervük, amennyire én látom, de ez nem az én tervem. Én úgy látom, hogy létezik egyfajta isteni igazságszolgáltatás, ami abból áll, hogy ezek a, nem is tudom, hol szorítsam őket, tehát ez a hatalom bárhol elkerül az univerzumban, minden csak a pusztítást hozza maga után, és kihasználja azt a földet, azt a népet, akivel ott találkozik, és amikor minden előforrását fölzabált, akkor megy tovább. Viszont az isteni igazságszolgáltatás az ott jön a képbe, hogy az archaikus nép, a földnek az archaikus népének nincs szüksége se az elektromos áramra, se a pénzre, sem olyan dologra, ami őket viszont életben tartja. Ezek az archaikus népek, ezek még mindig itt élnek, a magurait nem lehetett elpusztítani, és az ilyen helyzetekben, ilyen szituációkban fognak fölemelkedni, és visszaveszik azt az ősi irányítást, amit az a Jóisten a szeretet és minden nevében létrehozott a Földben, és ők, amivel ezzel a globális hálózattal mindent lefettek és elpusztítottak, na pontosan a hálózat ellen irányul ez a támadás, hogy ő mondta, hogy a hálózat a telekommunikáció ellen, a hálózat az elektromos hálózat ellen, mert mind-mind ez a hálózat tartja fönt az ő hatalmukat és uralmukat. És én azt kívánom nekik, hogy 8-10 ezer évet éljenek nyugodtan a föld alatt. Aztán, ha följönnek és még mindig legyőzhető világot találnak, az meg legyen az övéké. You know, I don't think the elite really understand who human beings are. Úgy gondolom, a cél az nem az, hogy felépítsünk mindent, és aztán leromboljunk, és aztán megint felépítsük, és leromboljuk. Talán még az elit sem érti az emberi lényeket igazán. Most már úgy gondolom, hogy lassan a hetedik kör tesszük, de nem az a cél, hogy maga a Föld változzon, hanem az a cél, hogy mi magunk tudjunk változni. Úgy gondolom, ezek alatt, az idők alatt tanultunk eleget magunkról, hogy kihozhassuk magunkból azt a fajta erőt, aminek a segítségével egy új lényé tudunk változni, ezt hívhatjuk idesszai lénynek, vagy Sri Aurobindo és anya munkásságából hívhatjuk szupramentális lénynek is. Ez az újfajta lény tudatossága fejlődéséhez pedig kellenek az ilyen hirtelen, mondjuk úgy, hogy nehéz helyzetek, hogy abba hagyjuk a régi dolgokat,
mert nem azért vagyunk itt, hogy legyen mobiltelefonunk, hogy minden nap csoki tortát együnk, vagy pedig, hogy szép gyerekeket nevelhessünk, hanem valami sokkal többért, sokkal tartalmasabbért, de időnként ezt elfelejtjük, és kellenek az ilyen dolgok, hogy emlékezhessünk. Igazából nagyjából ugyanezt szerettem volna én is elmondani, illetve azt, hogy mindig van egy időpont, amitől félünk, hogy mi fog történni, ha megjön az üstökös. Mindig van egy időpont, amikor a világ végét jósolják nekünk. Ez részben üzlet, és a félelem energia fenntartásának egy nagyon jó módja. De ha mi megtaláljuk a saját utunkat, és abban fejlődünk, és megtaláljuk az egységtudatot saját magunkba, akkor nincs szükség sem telefonra, sem internetre, mert mindig tudjuk, hogy mi zajlik a világban, és ha valami olyasmi fog történni, amikor nekünk fel kell készülni valamire, azt is időben meg fogjuk érezni. I totally agree. Yes, yes. Maximálisan egyetértek. Mindenképpen a tudatosság felkészítése és fejlesztése a legfontosabb az ilyen időkben. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem tehetek félre egy zsák búzát, vagy rizst, vagy lencsét, hogy amikor kemény idők lesznek, akkor kicsit le tudjam nyugtatni a testemet az elején, de semmiképp nem az élelmiszer halmozás lesz maga a megoldás. A megoldás az az, hogyha dolgozom a félelmeimen, hogyha minden nap a kis félelmeket tudom kezelni. Ilyen apró hülyeségek például, hogy azt mondom a pasimnak, hogy szeretlek, amikor igazából valami mást értek ezen, hogy folyamatosan zárom a kocsimat és a lakásomat, nehogy valaki bejöjjön és elvigyen valamit. Hazudok az anyukámnak, hogy másoknak a kapcsolataimban. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket el tudok kezdeni már most feloldani, hogy legyen időm a nagy félelmekre felkészülni. Azt mondtad, Madó, hogy az emberiség minimum a 7. kör teszi meg itt a Földön, és ebből a 7 körből idáig 6-szor elbukott, úgyhogy a végén vagy belőle lett a testéből a kőolaj, vagy valamilyen más civilizáció darálta be magába. És mind a 7 alkalommal, amennyiben van rálátásunk, ráérzésünk, ez arról szólt, hogy mindig megtalálták azt a 2 gyenge pontot, például most a mi életünkben a szexualitást és a pénzt, amivel mint egy kis elektródát bevezetve az agyába, ezeket felvillogtatva azt csinálnak vele, amit akarnak. Ezen mi változtathat? Tehát mi az, amiért mi el tudjuk hetedszerre is elkerülni ezt a kataklizmát, ami érkezhet, ami annak idején, hogy Sri Aurobindóra hivatkoztál, segítette a halnak, amikor kiszáradt a pocsolya, hogy vagy megdöglik, vagy kiszáll a partra. Mi az a pont, ami szerinted hetedszer is nem bukunk meg, hanem túl tudunk emelkedni ezen a kálvárián? For many years now we've been using ego as being our... Évezredekig az ego volt a túlélési eszközünk. Az ego nagyon jól biztosítja, hogy kicsit hosszabb ideig élhessünk, de a garantált halálhoz vezet. És akkor meghaltunk, visszajöttünk, kifejlesztettünk még egy egót, az lehet, hogy egy kicsit több életet adott, de megint meghaltunk. A kihívás most, hogy ezt az évezredekig pallírozott túlélési eszközt engedjük most el, és építsük le. Ezzel tudunk átlépni. Ezekben a körökben a lelkünk egyre inkább erősödött, és most már megerősödött annyira, hogy teljesen átvegye a test felett az irányítást. Ez fontos kihangsúlyoznom. Eddig az ego uralta főleg a testet, és csak kisebbségben volt a lélek, de most már a lélek elég nagy ahhoz, hogy átvegye az irányítást, ezért kell az egót elengedni. De ehhez az kell, hogy az összes eddigi hitrendszeremet és más eszközeimet, egós elképzeléseimet mind el tudjam engedni. Jelenleg az ego irányítja a mentális testemet, a vitális testemet, az érzelmeimet, vagy vágytestet, ahogy Aurobindo mondja, és a szokásaimat is, a fizikai szokásaimat. Ezeket mind-mind át kell alakítsam ahhoz, és a lélek szolgálatába kell állítsam, hogy megtörténjen az átalakulás. Volt szerencsém elolvasni Szátperem művét, és Sri Aurobindót közvetlenül nem tudtam olvasni, meg anyát is olvastam, és azt mondja, hogy meg kell lelni az átjárót. Az átjáró az Buddha megfogalmazása szerint az elmén túli birodalomban található. Amit én ebben az egész gondolkodásmódon nem értek, amit sok esetben kifejt, az az, hogy az átjáró megtalálásával megszerítettem az egót, mert nem szabad őt eldobni, mert az egységtudatomban ő is benne van, viszont magát, a fizikai testemet én ugyanolyan tiszteletbe tudnám tartani ezzel a megszerítített, egómentes, szakrális tulajdonságokkal felfegyverzett emberben. És nem akarnám eldobni a férfiasságomat, nem szeretném elvesztenék a nők a nőies tulajdonságukat, hanem mindenki az Isten adta fizimiskáját megőrizve, de az Isten adta természetével, a szeretet teljességében éljen, annélkül, hogy le kellene adni a fizikai önvalónkat, amit ugyanúgy Istentől ajándékba kaptunk.
I didn't obtain this from God. I am God. Én ezt nem Istentől kaptam, én magam vagyok Isten, hogyha azt a meghatározást használjuk, amit Guy és én használtunk a kötetekben, hogy a szellem benne van minden anyagban, beleértve az én testemet is. Tehát ebből a szempontból én maga Isten is vagyok. Van egy részem, amit én léleknek szoktam hívni, ez valahol mélyen a szívemben van, ami valami új felé orientálódik, és valami újat szeretne elérni. Hogyha téged még mindig érdekel az emberiség és az emberi dolgok, az is teljesen rendben van, ez nem jó vagy rossz. De ha te úgy érzed, hogy még leköt a szex, a férfiak, a nők, az emberek, az nem egy rossz dolog, de ez nem az, ami az én lelkemet szólítja. Engem valami sokkal nagyobb játék érdekel. Az emberiség minden egyes tagjában benne van a halhatatlanság, a mindenhatóság baktériuma. És ez nem fog elveszni. Ez egyre jobban erősödik. Egyre jobban erősödik egészen addig, amíg végül képes lesz átvenni egy idő után az irányítást a test fölött. Ehhez el kell engedjem a vágyaimat. El kell engedjem azt, hogy jó anya legyek, vagy jó kislány. El kell engedjem azt, hogy kívánatos nő legyek, vagy domináns férfi. Vagy hogy olyan gyerekeim legyenek, akik sokat elérnek az életben. Én úgy érzem, hogy kész vagyok erre, és hogy meg tudom tenni ezt a lépést. De ehhez a szokásaimat is át kell alakítsam. A szokásokat, hogy napi háromszor eszek, vagy hogy mindig meleg a lakásom. Ezeken egyszerűen túl kell tudjak lépni. Szeretni válaszolni három dolgot. Az egyik az egy templom felirat, ami arról szól, hogy Istenem, bennem van országod, mert egyek vagyunk a szeretetben. A második része anyától szeretnék idézni, mert nagyon megszerettem az ő gondolkodásmódját, és azt mondja, hogy minden csak illúzió, ugye éljük a halál illúzióját, a betegség illúzióját, de abban a pillanatban, hogyha rájövök, hogy minden illúzió, akkor onnantól fogva maga a saját vagy a női szépség sem lesz több a számomra, mint egy illúzió, amit egyszerűen nem engedek be az életembe, mert tudom, hogy káprázat. De attól engem onnantól már egyszerűen nem zavar, mert egyszerűen megvan hozzá a lehetőségem, hogy játsszak ezzel a dologgal. És ott vagyok egy Istenben, hogyha valaki rám kényszerítette a halál illúzióját, akkor az örök lét illúzióját is képes vagyok megteremteni magamba, vagy az örök fiatalság illúzióját. De anélkül, hogy engem magának a fizimiskája, vagy a fizikai létem bárkit is zavarna, mert csak tudomásul veszem, hogy van, de ettől még nem válok tőle függővé, mert tudom, hogy ez is csak illúzió. Tehát egy eszköz kapok a kezembe, amivel meg tudom változtatni az életemet, de anélkül, hogy ezt a bőrzacskót, amit kaptam jó Istentől, vagy jó magamtól, hogy ezt el kellene dobnom. You can. Of course. As long as you want to have it that way, it's fine. Go on. Természetesen, hogyha szeretnéd tovább menni, az is rendben van. Vegyük például ezt a képet példaként. Sokan azt hiszik, hogy ahhoz, hogy elérjem az isteniséget, ahhoz felfelé kell másszak, ki az anyagból, elhagyva azt. De hogyha én már egyszer felértem, akkor meg tudom ezt a fényt fogni, és le tudom hozni magába az anyagba. És itt is kezdhetek egyfajta játékot. De itt, ehhez le kell vegyem az illúzió szemüvegét, és látom kell, hogy ez az anyag igenis valóságos, hogy én szerepet vehetszok benne, és azáltal, hogy másképp cselekszem, meg tudom változtatni magát az anyagot is. Egyelőre elválasztódott szerepeket játszunk. Én egy nő lennék az emberiség fele? Természetesen nem. De mégis ez a fajta elválasztottság van bennem. Te szőke vagy, én ősz vagyok. Te férfi vagy, én nő vagyok. Vagy én egy idősebb hölgy vagyok, aki a gyerekeket szereti, vagy hogy én egy nő vagyok, és hogy a férfiakat kell szeressem. Ezek mind-mind szerepek, amiket nekem le kell tegyek. But I've got to act the part. Az illúzióknak a rabságába a lélek is bele tud esni, vagy az csak az egónak a játszótere? The soul is a word that a lot of people mix up. Azt látom, hogy nagyon sokan a lelket összetévesztik a vitális testtel. Például, hogyha én tisztánlátó vagyok, valaki meghal, és látom, hogy valami eltávozik a testéből, hihetem azt, hogy az a lélek, de nem, az csak a vitális teste az illetőnek. Én úgy gondolom, hogy a lélek maga tökéletes, nincs mit megtanulnia, de át kell tudnia venni az irányítást a testem fölött. Hasonlóan, mint ahogy egy gyerek, egy pici újszülött is tökéletes a maga módján, de még csak épp most tanul beszélni és járni. Növekednie kell, bár már tökéletes most is. Hogyha az előző példánál élve, hogyha fölmentem és le tudom hozni a fényt a fizikai valóság szintjére, akkor ez milyen változásokat okoz a fizikai testen? A változás a mentális testeddel kezdődik.
Nagyon sokan el tudnak érni magasabb tudatállapotokat nagyon sokféleképpen. A többség drogot használ, csak a drogokkal az a probléma, hogy párhuzamos világokban hagynak. Vagy mantrák, vagy más meditációkkal hasonlóan képesek elérni mondjuk magasabb tudatállapotokat. Amikor ténylegesen meg tudod fogni ezt a fényt, és lejjebb tudod hozni az anyagba, akkor először az elméden tapasztalsz egy felvilágosulást. Többé már nem vagy képes úgy tekinteni a világra, ahogy korábban, úgy nézni a dolgokra, ahogy régen. Másodszor a vitális tested kerül ennek hatása alá, az érzelmeid. Nem érzek akkora vágyat szeretni a gyerekemet, de nem érzek akkora utálatot sem, hogy gyűlöljem a banksztereket. Nem azt jelenti, hogy nem érzek több örömet, de ez egy másfajta öröm. Egy ok nélküli öröm kezdi átvenni az érzelmi testemet. Sokkal inkább tudok semleges maradni a régen szokott érzelmekből. Csak nagyon apránként és lassan kezdi ez a testemet is behatása alá venni. Például, amikor egyik reggel felébredek egy megfázásra, és azt érzem magamon a tüneteket, nagy a fejem és melegen van, alig tudok nyelni, mondhatom magamnak, hogy igen, most mindenképpen jól meg fogok fázni, vagy ha eszembe jut, akkor tudok beszélgetni a testemmel, hogy figyelj, halhatatlan vagy. Ez csak egy régi program, és meg kell tanulnod ezt elengedni. És mert többször megtörtént velem, hogy 2 percemből az összes tünet eltűnt. A munka bevégeztetett. Sri Aurobindo és az anyám elvégezték a munkát, és erre nagyon tisztán kommunikálták. A szupramentális rezgés már ott dörömböl az ajtón, mindenki által hozzáférhető. Anya nagyon tisztán mondta, hogy más nincs tennivalónk, csak feloldani valónk van. Fel kell oldjuk az összes régi programot, ami ezt beárnyékolta, és mindent, ami eddig eltakarta. Hogyha elég programtalanítást végzünk magunkon, végül felfedhetünk valamit, ami mindig is ott volt. És ez a personokrácia különlegessége. Ezt taglaljuk a kötetekben, hogy hogyan oldhatjuk fel a félelmeket, és találhatunk rá erre a rezgésre magunkban. Eljutottunk odáig, hogy az ember hogy éli meg, hogy ez az új információ milyen módon tud a testében új teret találni és átalakítani az egész életünket, ahol nem feltétlenül a fizikai létezés lesz a legfontosabb, ugyanakkor a környezetünk teljes egészében átalakul, mert hogy a fizikai lét, a fizikai környezet az csak okozata, mindig az elme utasításait követve, hiszen minden alkotásunkat az elmével és a gondolattal hozunk létre, és ennek fő produktívai vagyunk önmagunk is, és bármit képesek vagyunk az elme birodalmában megcselekedni, ez az életünkben mindenféleképpen elhozza a megoldásokat és a változásokat. Én megköszönöm Vikinek és Madónak is, hogy itt volt. Most az egyszer Madónak adom meg azt a lehetőséget, hogy az utolsó szó jogán, mint persona grata üzenjen valamit a VNTV nézőinek. I have said it before, and I think I will say it again, because it's so important. Elmondtam, de elmondom még egyszer, mert rettenetesen fontos. Nincs tennivalónk, csak feloldani valónk. Felfedezni valónk, lefedni valónk, hogy megtaláljuk a tökéletességet, ami mindig is ott rejlik bennünk. Nem keményen dolgozva ki kell találnunk egy újfajta találmányt, hanem meg kell találjuk a tökéletességet magunkban. Trust that we can let that perfection unfold. Ehhez nincs mit hozzátenni, amit Madó elmondott, hogy csak feloldozzuk önmagunkat, és találjuk meg ebbe a belső rekeszben önmagunkat. Szerintem mindenki ezzel jött ide a földre, hogy ezen a kis átjárón átmenjen. Utolsó kérdés az utolsó kérdés után, hogy Madó, te hol jársz az úton? Megtaláltad-e a saját átjáródat? I'm still working hard when I came in today. Még mindig nagyon keményen dolgozom. Amikor jöttem, azt mondtad, hogy megváltoztam, és ez valóban így is van. Teljesen megváltoztam. Szinte nem is ismerek magamra, van, hogy naponta változik az, hogy magamra ismerek-e vagy nem, mert nem is tudom, hogy ki vagyok én valójában. Eddig tudtam. Azt hittem, én anyám lánya vagyok, vagy a férjem partnere, vagy a gyerekeim anyja. De nem, én ennél sokkal több vagyok. Sokan azt hiszik, hogy amikor elengedjük a régit, akkor ez nehéz. És jól is gondolják, az elején tényleg nehéz. De ahogy megszűnik a ragaszkodásunk hozzá, és át tudjuk élni az újat, hihetetlen izgalmakat élünk át. Hogy egy parányi hasonlattal éljek, mintha minden lélegzet egy harapás lenne a világ legfinomabb csoki tortájába. Remélem, édesszájúak nem nézték a műsort. Én azt kívánom, hogy minden pillanatban mi is tapasztaljuk, amit Madó is, és egyre többen tudjunk a saját fizikai testünkben szárnyalni, szebb napokat élni. Én köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm neked is, Madó, köszönöm neked is, aki Zsáknak is, aki nem látszott, de derekasan dolgozott itt velünk.
Önök VNTV-t láttak, ezen belül is FAQ-t. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálén láthatják. Hamarosan angol nyelvű verzióját is nézhetik és ajánlhatják a barátjaiknak erről az adásunkról. Viszontlátásra! Köszönöm!